Friss lomok érkeznek a hatalmas konténerbe, minden fajtát külön válogatnak a GHG munkatársai. Folytatódik a népszerű kihelyezett szelektív hulladékudvar akciósorozat. Szombaton Szabadhegyen várják a győriek számára feleslegessé vált lomokat. A helyszín a szokásos, a GHG szakemberei a Zöld utcai buszfordulóban fogadják, hanem csak a szabadhegyiek által leadni kívánt hulladékot. Évek óta sikeres a GHG városrészenkénti lomtalanítási akciója, és én, mint újonnan megválasztott képviselő, fontosnak találom a lakossági igények megvalósítását, és hát a hagyományokat követve Győr Szabadhegyen is lesz egy ilyen akció. Nagy takarítás lesz nálunk, és most szombaton, augusztus 31-én 8-tól 16 óráig várjuk a lakosságot, bármiféle a háztartásban felhalmozott hulladékot, lomot el lehet idehozni. A győri hulladékgazdálkodási cég az év 365 napján szorgalmas és precíz munkájával a város köztisztaságáért dolgozik, mondta el Nagy Csaba. A GHG vezérigazgatója kiemelte, nagy számban jelen lesznek majd a szolgáltató emberei, akik a hulladék udvarba érkezőknek segítenek majd a lomok pakolásában és mérlegelésében. Közel 20 munkatársal leszünk jelen, mindenkinek segítünk lepakolni, kipakolni az autóból, konténerre rakodni, segítünk a hulladékok válogatásában, a mérlegelésben is felkészültek leszünk, 5 mérleggel fogunk kitelepülni, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy az egész kihelyezett hulladékudvar komfortosan és megfelelő módon legyen lebonyolítva, hiszen hogyha mi valahova ügyfélként, mi magunk is oda megyünk, akkor pontosan ezt várnánk el, hogy ne menjen el az időnk lehetőség szerint. Nagyon széles körű azoknak a hulladékoknak a fajtája, amiket ebben a kihelyezett szelektív hulladékudvarban el lehet helyezni. Csomagolóanyagok közül műanyagot, papírt, üveget és fémet, ezzel együtt építési törmeléket is lehet hozni, elektronikai hulladékot, lomot, fájszáru zöld hulladékot, szóval gyakorlatilag mindent a veszélyes hulladékon kívül. 8 és 16 óra között várjuk a lakosságot Szabadhegyváros részben a Zöld utcai buszfordulóban. Ami nagyon fontos, hogy aki szombaton a kihelyezett hulladékudvarba szeretné elhelyezni saját lomjait, annál legyen győri lakcímkártya.